felszomorított és felháborodott magyar demokraták! Két nappal vagyunk a Magyar Köztársaság formális megszüntetése után. A demokratikus jogállam felszámolói nem általának ünnepelni. A rendszerváltás idején azt hittük, hogy Magyarország végre megtalálta a kiutat a zsákutcás történelméből. 89-90-ben Magyarországon jogállami, alkotmányos forradalom zajlott. Antal József beszédéből hadd idézzek, amit a kormány a megalakításakor mondott. Rendkívüli tudatossággal, mégis egy cseppvérontása nélkül vittünk végbe egy forradalmat. Úttörőként és példaként egész térségünk számára, és ezt így tartja számon a világ. Most a vágyott nyugati világ szégyenpadjára kerültünk. Rajtunk szánakozik a töltött borzolunk Európa demokratikus közössége. Többenten nézik, hogy kurucos területében a jogállamot eltitkoló vezénylő tábornok a segítő kezet is ellöki. Igaz, az elmúlt két évtized sok csalódást hozott, de ez nem ok arra, hogy attól is megfosszanak bennünket, amit elértünk. Antal József, a konzervatív magyar úr, a békés forradalmat értette annak idején. Ma undor tölteni el attól, amit a jobboldal nevében művel. Halljuk a hír, hogy újra ellenzéki kerekasztalt kezdeményeznek. Itt az ideje a demokratikus ellenzék összefogásának, legyenek parlamenten kihívott belül. Reméljük, felül tudnak emelkedni a pártok és a mozgalmak önös érdekeiket. Felül tudnak emelkedni a bizalmatlanságaikon, a személyes ellenszenveiken. Reméljük, hogy nem a vezérszerek iránti vetélkedést kerekedik. Az összefogás most nem lehet egy új elit gyakorló terve csak. Semmit nem ér, ha nem állunk mellette millió meg. Csak így ébreszthetünk rá a valóságra azok a honfitársaink, akik magukra hagyottak, még mindig nem értik, hogy mi folyik. A rendszerváltás történeti rajőként, hadd figyelmeztessek, semmi sem ismételhető pontosan. 89-en az ellenzéki kerekasztalt a független szervezetek azért hozták létre, hogy a hatalom birtokosai erős tárgyaló partnerrel tanulják magukat szemben. Ma egészen más a helyzet, új rendszerváltás van éppen. A hatalom birtokosai elmélyítik a válságot. Öles léptekkel haladunk a gazdasági káosz és a társadalmi katasztrófa felé. Eszelősök és akarnokok kezében van az irányítás, akik nem hallgatnak a józan jobboldali közgazdászokra sem. Az új állampárt hatalmát közjogilag most betonozza meg. Nemhogy tárgyalni nem akar a riválisaival, a nemzet ellenségének tekinti. A Kölcsei gondolatében végre ki akarja szönteni. Egy ellenzéki fórumnak ma nincs esélye, hogy Orbán és tartjalói tárgyalópartnernek tekintsék. Nincs más út, mint kinyilvánítani, hogy illegitimnek tartjuk az orbáni rendszert. Nem vagyok jogász, én mondhatom, illegitimnek tartjuk, mert törvényes úton ugyan, de felszámolta magát az alkotmányosságot. Kedves barátaim, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a mindenkori többségnek igaza van. A demokrácia azt jelenti, hogy a népnek tényleges módja van mindig helyrehozni a legutóbbi tévedését. Aki ezt a szabadságot veszi el tőlünk, az nem szabadságharcos, hanem zsarnok. Ami csak idő kérdése. Az Orbán rendszernek is vesznie kell, különben masírozunk tovább a Zsák utcába.
Sajnos van egy rossz hírem. A történelem bizonyossága szerint a fenntarthatatlan rendszerek is igencsak sokáig tudnak élni. Minél tovább, annál nagyobb lesz a baj az összeomlás után. Valamennyiünk felelőssége, hogy ne hagyjuk! A szomszédban győzelmi torát üri az ellenforradalom. Ez gyalázat! Azért vagyunk itt, hogy lemossuk a gyalázatot! Mi a köztársaság? Tisztelt civil közönség! Ugye nem felejtjük el, hogy az Operaházban hamarosan ünnepelnek a tiszteletre méltó urak. Ünneplik azt az alaptörvényt, mely ellen mi most tiltakozunk. És mi... Mi itt maradunk. A mi ünnepünk erőteljesen. Bár a világ magyarsága a Duna Televízión keresztül a benti ünnepséget látja, a program rendkívül színvonalas, megérdemlik. Viszont látják a büszke jogalkotókat, a miniszterelnök urat és a köztársasági elnök urat. És a Magyar Televízió az Andrássy úti demonstrációról, az alaptörvény ellen, a köztársaságért. Jut eszembe, a Magyar Köztársaság feliratú táblákat leszerelték a határmenti városokból. Ha nincs köztársaság az alaptörvényben sem, minek van köztársasági elnökünk? Elnök. Bizonyára tudnak róla, jelentkezzenek önök is, jelentkezzetek ti is.